A Dombóvár Városi Horgász Egyesület közel 70 éve alakult, és csak nem 900 tagot számlál. Az 1960-as évek második felében jött létre a Tüskei Horgásztó. Az egyesületi tagok szorgalmas munkájának köszönhetően lépésről lépésre egyre nagyobb terület vált a halak és a horgászok birodalmává, így ma már mintegy 7 kilométer hosszú vízivilág várja az egyesület tagjait és a vendéghorgászokat, illetve mindenkit, aki kikapcsolódásra vágyik. 1952-ben alakult a mostani Dombóvári Városi Horgász Egyesület, akkori nevén Lokomotív Horgász Egyesület. A tagság akkoriban még gyerekcipőben járt, és ha körbejárnak, majd látják, hogy a mostani tófelület, ami ugye 36 hektár hasznosítható területen helyezkedik el, akkor még szintén gyerekcipőben járt, mert ennek nagyjából az egyötöde volt akkor a horgászok számára nyitott. A tagság létszáma az elmúlt év pontos számolási adatai alapján 888 fő, ami lényegében a régió egyik legnagyobb civil szervezetévé teszi a Dombóvárit, és a városban pedig a legnagyobb. A horgászat nagyon népszerű, különösen örülünk annak, hogy turisták is gyakorta látogatják ezt a területet, ami a város vonzás körzetét is még inkább felértékeli. A turizmus szempontjából különösen büszkék vagyunk arra, hogy a napi jegyeink ára és a megtartható hal mennyisége árérték arányban a környékben, a régióban kiemelkedő. Haltelepítéseink, ugye minden évben két haltelepítés van, van egy évi őszi és egy tavaszi haltelepítés. Erre is azt tudom mondani, hogy az adott vízfelület nagyságához képest a telepített halaknak a mennyisége kiemelkedő. Gyakorlatilag ugye minden természetesen nem invazív halfaj, ami egy általános horgász vízen megtalálható, az nálunk is. Korosztálytól függetlenül, és gyakorlatilag arra különösen ügyelünk, hogy megpróbáljuk a horgászat amúgy is kecsegtető sportját a gyerekek körében is mindinkább népszerűsíteni. Most a nemrégiben egy olyan új fejlesztésbe kezdtünk, ami a úgynevezett gyerekhorgásztavat, ami a tó egy elkülönült vízfelülete, próbáljuk minél inkább népszerűvé és vonzóvá tenni a gyerekek számára, azáltal is, hogy megpróbálunk olyan horgász rendezvényeket szervezni, ahol az új tagok, és ezáltal a horgász utánpótlás az biztosított. Az biztos, hogy minden egyes évben függetlenül bármiféle külső behatástól a horgászat népszerű az emberek körében, ahogy a természetjárás is. Az egyesület tagjai rendszeresen vesznek részt versenyeken, valamint minden évben megmérettetéseket is szerveznek helyben. Minden egyes évben ugye közösségi programok terén az egyesület szintén kiveszi a részét a város és a régiónak a közösségi életéből. Ez természetesen a tavalyi évben és az idei évben a lehetőségeinkhez mérten volt megadatott, azaz lényegében ezek a programok sajnos elmaradtak, viszont abban a pillanatban, ahogy számunkra is lehetőség nyílik erre, természetesen ezt a hagyományt folytatjuk. Minden évben rendezünk egy nagyszabású horgászexpót, ami lényegében a Horgász Egyesület legnagyobb társadalmi eseménye. Ezen egyesületek, más civil szervezetek, illetve minden olyan számunkra kedves és egyébként még ismeretlen vendég is természetesen szívesen látott, akit úgy érzi, hogy mi is ki tudjuk valamilyen szempontból az ő kíváncsiságát elégíteni. Van például Erdélyi Testvéregyesületünk, ahol szintén ugye voltak, szép számmal megjelentek az elmúlt években, őket is visszavárjuk. Mint minden nagyobb horgász egyesületnek nekünk is van versenyszekciónk. Természetesen ugye az idejében egy kicsit ez a dolog háttérbe szorult. Vannak olyan, azt kell mondjam, hogy szinte már a hivatásos kategóriába tartozó versenyzők, akik mindig szép számmal hoznak el érmeket különféle nevesebb versenyekről, és természetesen a házi versenyeink is minden tag számára és egyébként vendég számára is nyitottak. Ahogy mondtam, a Horgász Expo például az adott napon mindig rendezünk egy ilyen házi versenyt, ahol mindenki megmérettetheti magát, aki csak szeretné.